A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zakatol a vonatunk, egy állomás jön, vagy mi megyünk arra felé. Amíg ezen gondolkodom, felszáll a nap Fehérvár fölé. A mezőkön megeltévedt az északi szél, ma estig már nem talál haza. Bánatában elfújja mindazt, amit ér, száll a pitypangok hada. Pitypang itt, és pitypang ott, szállnak az égen a pitypangok. Pitypang itt, és pitypang ott, szállnak az égen, szállnak az égen, szállnak az égen a pitypangok. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a televízió nézőket. Pitypang dal szólt az előzőekben, próbatermünkből, ahol őszintén megmondom, hogy mindig igyekszünk valami aktualitással érkezni. Hát mondjuk úgy, hogy gyerekzenekarral még nem beszélgettünk, ráadásul úgy nem, hogy egy videóklip premierben is bemutatunk majd egy vadonatúj dalt, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntjük a televízió nézőket, és nagy szeretettel köszöntöm a stúdió vendégeit, vagy legalábbis a próbatermünk vendégeit, Matko Zsuzsannát és Rekner Csabát, akik nem csak hogy egy formációban, hanem egy családban is egységet képeznek. Sziasztok! Szia, Boka! Szia, Boka! Az előbb hallottunk egy dalt, Pitypang dal, ezzel le is lőttük a poént, hogy tulajdonképpen a Pitypang együttesről fogunk beszélgetni, egy gyerekzenekarról, aminek az utóbbi időben igencsak nagy híre van, rengeteg műsort adtok, és hát millió felé látunk benneteket. Úgyhogy azt hiszem, hogy különösen van apropója beszélgetni akkor is, ha nincs egy videóklip, de majd a beszélgetésünk második részében kitérünk egy videóklipre is. Hát először is akkor hadd jöjjön a kincstári kérdés, amit nyilván föl kell, hogy tegyek. Csabi, Zsú felé fordulnék, hogy hát Zsú, hogy alakult ez az egész történet? Hogy lett végül is egy pop énekes nő gondolatai közé, hogy férkőzött be, hogy csináljunk egy gyerekzenekart? Hát, kor is teszi. Hát ahogy mondtad, mi ugye férj és feleség vagyunk, és hát született egy kislányunk 2015-ben. Én vagyok a férj. Ja, igen, a férj. Csak az elnyomás miatt mondom. Igen. 2015-ben született egy kislányunk, és természetesen mi is ugye hallgattunk otthon zenéket, mivel zenével foglalkozunk elég sokat, ezért elkezdtem keresgélni, hogy a gyermeknek már korai időszakában milyen dalokat, milyen zenéket lehet hallgatni ebben a korban, és hát eljutottam természetesen a gyerekzenekarokhoz. Egyrészt ugye ez volt az egyik motiváció, másrészt pedig volt erre igény, tehát sokféle műfajban mozog főleg Csaba, és akkoriban a Lohonyai Zolival zenélt együtt, akinek volt sok verse, dala, amik beleillettek ebbe a műfajba. És mivel igény is volt rá, és egyre jobban belemerültünk ebbe a témába a kislányunk miatt, ekkor jött az ötlet, és először a Zolinak a dalait, verseit kezdtük el megzenésíteni. Akkor még ő is a zenekar tagja volt, énekkel és gitárral, és így indult el a Pitypang zenekar. Így indult a Pitypang történet. Oké. Okay. Mi a rádióban beszélgettünk már arról, hogy Csabival külön, veled is külön beszélgettünk, mert nagyon sok felé játszottatok, rengeteg stílusban megmutattátok már, hogy mit tudtok. Egy picit a televízió nézőknek is mutassuk ezt. Most már be, hát a rádióból sok minden kiderül, de mondjuk akkor Csabi felé fordulok. Zsú, hát meg is lepődik. Hát megengedi-e? Megengedi-e a Zsuzsi? Na, szóval Csabi, hagyom-e? Hát, te alapvetően leginkább rock gitárosként kerültél be a köztudatba, nem is akár milyen kiváló rock gitárosként. És most ott tartunk, hogy sok minden más produkció mellett a Pitypangban is, de egy kicsit az előéletről talán, hogy ha egy lassan és tömören is összefoglalva megérkezünk a Pitypang felé. Hogy néz ez ki? Hogy kezdted? Hát igazából úgy indult az egész, hogy
1998 környékén, már itt kopnak az emlékek, csináltunk egy parti zenekart, ez volt a Jam Show Band, akkor még nem így hívták, de ez volt a Jam Show Band. Ez Zsuzsit is onnan ismerem, egyébként ő volt az első hölgy énekes a zenekarban, azt szerintem ez olyan 2001-2003 körül, valami nagyon rég már. Ő így bekerült ebbe a projektbe, és gyakorlatilag ezt 20 éven keresztül csináltam ezt a zenekart, és az utóbbi mondjuk 5 évben kezdtem el kacsingatni erősebben mindenféle más produkciók irányába. Gyakorlatilag, és így érkeztünk meg, hát a szövevényes úton most azzal nem húznám az időt a Peach Punk zenekarhoz, mint most már mint dalszerző, illetve hangszerelő, stúdiós és minden egyéb feladatkört most már érlátok el. Valahogy így alakult, hát nagyon nagy vonalakban. Na, beszélgessünk egy kicsit a komoly dolgokról is. Van szerintem emögött egy érzelmi átrendeződés is. Tehát ahhoz, hogy valaki elkezdjen gyerekzenekart csinálni úgy, hogy különböző könnyűzenei műfajokban már megmutatta magát, ehhez kell egy érzelmi átrendeződés. Valószínű, hogy a házasság is sokat számít ebben, de biztos vagyok benne, hogy a gyerek születése, ahogy itt Zsu az előbb elmondta. Én szerintem, aki egy kicsit muzsikával foglalkozik, az lehet, hogy nem is tudja ezt kikerülni, ha megszületik egy gyerek, legalább egy Mici Mackót eljátszok neki, ugye? Főleg a hangszeresek, a szülők, apuka, igen, bár mi az AC/DC-vel kezdtük a gyereknek, igen. Is, hanem egy hetes korába, de utána átnyergeltünk azért ilyen műfajra is. Aha. De azt azért jól érzem, hogy ott ez a gyerek projekt utáni érzelmi átrendeződés, hadd mondjam még egyszer, tehát ez sokat számított ebben a történetben, ugye? Hát nagyon. Igazából ugye sokszor az ember keres valamit, de nem tudja, hogy mit. A Jam-et nagyon szerettük, ez is egy közös projektünk volt, ezáltal ismerjük egymást, tehát az is a mi projektünk volt, a mi sajátunk, de hogy is mondjam ezt? Tehát én mindig úgy kerestem valamit, amiben úgy igazán megtalálom önmagamat. És ez a Peach Punk lett. Aha, aha. És ez úgy jött számomra, hogy váratlanul, mert nem úgy alakult ez ki, hogy én rájöttem, hogy gyerekeknek szeretnék előadni, és ezért lett a Peach Punk, hanem ugye a Peach Punk így a úgymond az igény miatt is, és a saját gyerekünk miatt is született. És miközben csináltuk, akkor jöttem rá, hogy ez az, ami nekem való. Tehát én ebben annyira megtaláltam magamat, tehát nekem ez egy ilyen szerelem projekt teljesen. És mivel ugye ezt közösen csináljuk együtt, emiatt, tehát nekünk a hétköznapok is úgy telnek, hogy Csaba ugye nap mint nap felveszi a gitárt többször is, és jönnek az ötletek, és akkor otthon ebéd közben, vagy vacsora közben, vagy csak még a gyerekek ott játszanak, jönnek az ötletek, dalokat írunk, szövegeket, de vagy csak ötletelünk már. Tehát, hogy nekünk ez a mindennapjainkban annyira a része már, és a gyerekeink pedig így nőttek föl. És a gyerekek azon a tesztelik a dalokat. Igen. Tehát megírjátok is, hogy ha tetszik nekik, oké. Nekem egyébként azt tetszett ebben az egész műfajban, illetve az adta meg neki a nagyon nagy lökést, hogy elkezdhettem saját szövegeket, saját zenéket készíteni, és nekem ez nagyon-nagyon megtetszett, úgyhogy többen egyébként mosolyogtak is rajtam, hogy jó, hát egy gyerekzenekarba akarsz gitározni, de nem értik, hogy egyébként ez egy tök nagy értéket képvisel. Én szerintem nagy értéket tudunk képvisel, és nagyon jó így vele dolgozni, nagyon szeretek vele dolgozni. És ez egy olyan műfaj, amiben Csaba is ki tud teljesedni, ugyanis gyerekzenébe lehet rock'n'rollt írni, lehet latint írni, lehet bármilyen stílus igazából megjelenhet, mert a gyerekek mindenre fogékonyak. És azt ne felejtsük el, hogy a zenekar tagjai, akik ugye híres fehérvári zenészek, szintén nagyon szívvel. Én látom ő rajtuk, meg ezt tudom is, hogy ők szívvel, lélekkel készítik és segítenek a dalai a készülében. Zsu azt mondta, hogy lehet akár rock and roll is a gyerekzenekarban. Ebből látszik, kedves televízió nézők, hogy így maradtam én örök gyerek. Igen. Na, szóval lényeg, ami lényeg, hogy említetted a zenekari tagokat, még mielőtt megnéznénk az első videóklipet, akkor mondjuk el, hogy kik játszanak még rajtatok kívül a Peach Punkban, hiszen akkor ugye ti családi alapon szervezitek és vezetitek a produkciót, de kellenek ehhez zenészek. Igen, szerintem a Zsuzsi szebben beszél. Zsuzsi szebb, jó. Meg többet Zsuzsi, is. Igen. Meg többet így. Tessék, Zsuzsi, akkor még egyszer. Kik is játszanak a Peach Punk együtt? Kovács Zsolt, azaz Colos a dobok mögött.
Homoki Viktor a basszusgitárnál, aki amúgy itt hangszert váltott nálunk, ugyanis ő zongorista, de itt basszusgitárt ragadott. Györök Máté harsonán játszik, és mi ketten, így vagyunk öten, mint Pitypang zenekar. Jöjjön egy videóklip, de akkor Zsu, hadd kérjelek meg, légy szíves, hogy konferált fel nekünk ezt a videóklipet, amivel tovább megyünk. Utána pedig egy klip premier, tehát ha megbeszéltétek, hogy mivel folytatjuk, akkor jöjjön az a dal, ami még nem a videóklip premier, hiszen lesz egy ennél sokkal frissebb, sokkal újabb. De Zsu, mi lesz az első videó? Mivel anyák napja közeledik, ezért sok szeretettel küldenénk minden anyukának, nagymamának a dalunkat, az én anyukám. Itt a reggel felkelek, mosolyogva ébredek. Különleges nap van ma, az én anyukám napja. Fogat mosok, fésülködök, kérés nélkül felöltözök. A reggelit mind megeszem, hogy anyukám büszke legyen. Az én anyukám a legszebb a világon, az én anyukám a legokosabb a világon, az én anyukám a legkedvesebb a világon, az én anyukám a legjobb anyuka a világon. Sellellá, lellellá, lellellá, sellellá, lellellá, sellellá, lellellá, lellellá, sellellá, lellellá. Itt a reggel felkelek, mosolyogva ébredek. Különleges nap van ma, az én anyukám napja. Szófogadó gyerek vagyok, ma különösen szót fogadok. A kávéját ágyba viszem, az anyukám boldog legyen. Az én anyukám a legszebb a világon, az én anyukám a legokosabb a világon, az én anyukám a legkedvesebb a világon, az én anyukám a legjobb anyuka a világon. Sellellá, lellellá, lellellá, sellellá, lellellá, sellellá. A legcsinosabb a világon, az én anyukám, a legtürelmesebb a világon, az én anyukám, a legviccesebb a világon, az én anyukám, a legjobb anyuka a világon, az én anyukám, a legjobban parkol a világon, az én anyukám, a legfincsibb süti-csüti a világon, az én anyukám, engem szeret legjobban a világon, az én anyukám, a legjobb anyuka a világon. Megszólítottuk az anyukákat, hiszen az előzőekben a Pitypang együttes az Én anyukám című videóklipjét láthattuk itt a Fejvár televízióban, egészen pontosan a próbateremben, és majd operatőr kollégáink azonnal leplezik, hogy új vendég is érkezett időközben. Mert mertem azt mondani az előzőekben, hogy egy videóklip premierrel is készültünk, hiszen itt ebben a műsorban próbálunk mindig aktuálisak lenni, úgyhogy ahogy azt már megtettük annak idején a Vörös Marti Rádióban, itt a televízióban is egy videóklip premierrel kedveskednénk a nézőknek. Hát hiszen a Pitypang együttes tagjaival beszélgetünk még mindig. Azért mondom azt, hogy tagjaival, mert hogy a főszereplőt is nagyon nagy szeretettel köszöntöm, majd a klip premier kapcsán kiderül, hogy miért mondom, hogy főszereplő. Zsu mellett, most már, Matko Zsuzsa mellett, itt ül velünk Zsiga Edvard, aki
akit nagyon nagy szeretettel köszöntök, akit egyébként a televízió nézők, hát talán az Árpád fürdőből már ismerhetnek, meg majd a videóklip kapcsán ugye még ismertebb lesz ő. Hát szeretettel köszöntelek, szervusz! Én is szervusz, üdvözöllek! Az előbb arról beszéltünk, és azt mondtam, hogy a Pitty Pang együttes egy kimondottan sikeres gyerekzenekar, megbeszéltük a családi összefonódásokat, kiderült, hogy nagyon aktív a történet, de Zsú, egy kicsit beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen mit is keres most itt ez a fiatal ember, akinek nem véletlenül van egy cilinder és egy nyuszi a kihajtójára tűzve. Szóval Zsú, mutasd be nekünk a vendéget, légy szíves! Hát Zsiga Edvárd, akivel nekünk nagyon nagy öröm volt közös produkcióval előrukkolni. Gyakorlatilag mi az Edut úgy ismertük meg, hogy elmentünk egy bűvész előadására, gyermekeinkkel természetesen, és Lilla nagyon nagy rajongója az Edunak. Ez így van. Rajzol neki, és a születésnapján többször is az Edu vendégeskedett, és szoktunk járni az Edunak a műsoraira, és így ismertük meg az Edut, és hát mi igazából letámadtunk gyakorlatilag. Igen. És volt egy ilyen ötletünk, hogy szeretnénk egy dalt írni egy bűvészről. És igazából az Edu ihlette ezt az ötletet, ezt a dalt. Nem mondom, hogy gyorsan készült el a dal, azért váratott magára. Fogjuk, ugye, a, az Csavi, ihlet, fogjuk a Csavira. Igen, az ihlet az nem jön csak úgy, az ötlet megvolt, nagyon sok ötlet van, valami így elkészül, valami pedig ugye sokáig várat magára. De aztán, amikor úgy igazán ráfeküdtünk a dalra, akkor elég hamar összejött, és mivel volt megfelelő ihletettségünk, ezért elküldtük a dalt az Edunak, és innét átadom a szót. Az Edunak tetszett a dal, a hangzásvilága, ez a kis funkis, diszkós alap. Téma is tetszett természetesen, picit besegítettem a sztoriba, nálam fontos, hogy legyen valami kerek egész. És akkor így összehoztuk a klippet, azóta is úgy gondolom, hogy népszerű. Én a fellépéseim végén mindig rákapcsolom, és akkor az a befejező produkció. Gyerekeknek, felnőtteknek tetszik, nincs is más választásuk. Igen. Edu, ha megkérnélek, akkor tudnál egy 20 ezerest a fülem mögül elővarázsolni, hogyha lehetséges? Hát most azért nem, mert picit melegem nincs van, nálad. De kicsit ma megtörölközöm, akkor lehet. Na. Egyébként ez egy olyan különleges kendő, amiben lakik egy úgynevezett kendőkukac, egy picit be kell neki kopogtatni, belenézünk, és már is megjelenik a kendőkukac. Ne szórakozz! Tessék, meg is foghatod, meg is vizsgálhatod. Ide a kukacot. Így, köszönöm szépen. Amúgy most az Edunak van pénzes varázslata is, majd legközelebb akkor azzal kell azért lesz volna külön illetlenség, mert meghívom őt a műsorba, hogy varázsoljon nekünk pénzt. Igen. Itt ültem mellette, és nem láttam, hogy ezt hogy csinálta, de ez komolyan, úgyhogy ettől bűvészet a bűvészet. Visszaadom neked, nehogy aztán... És amúgy hozzáteszem az Edu Zsigerből bűvészt, ugyanis amikor a klippet forgattuk együtt, akkor ugye összegyűltünk a helyszínen, és egy ilyen kis csokival azonnal varázsolt, és egyszerűen nem látom. Tehát, hogy én nem... Nekem a szememet abszolút megcsalja. Okay. Edu, vissza a zenéhez, vissza a kliphez, ennek te vagy a főszereplője. Én azt gondolom most, ez nem hiúsági kérdés, de valahogy jól esik az embernek, mikor amit csinál, az annyira tetszik valakinek, hogy konkrétan egy projektet épít rá. Hát ez így igaz, én is nagy szeretettel elfogadtam a meghívást a videóklipbe. Természetesen jól esik, hiszen nagyon kevés bűvész mondhatja el magáról, hogy egy zeneszámot írnak róla, nem is akármilyet. És egy tényleg remek dalról van szó, ahogy te is mondtad, de kicsit funkis lüktetésű ilyen, kicsit modernebb, diszkós behatásával, lehet, hogy ez már érzékenyíti a gyerekeket az egyéb zenei irányokba. Edu, rólad pár szót azért váltsunk, mielőtt megnézzük majd a klipet. Alapvetően azt hiszem, ezt a rádióban is kérdeztem tőled, hogy nem csak gyerekeknek készítesz műsort, de rengeteg gyerek előadásod van. A fellépéseim 90% a gyerek előadás. Azért jellemzően ehhez társítják az emberek ezt a tevékenységet. Talán a honlapon meg a Facebook oldalam is ezt sugallja, de egyébként van felnőtt műsorom is. Nagyon sok helyre megyek, óvodába, városi, falusi rendezvényekre, gyerekzsúrokra. Uh-huh. És mindezt hobbiként főállás mellett. Aha. Zsú, mi lesz innentől kezdve, hogyha a videóklip meg a dal sikere után Edut elvárják a produkcióban? Oda varázsoljátok? Hát vagy mi lesz? A bűvész az hogy oldja? Én is próbáltam el lesni tőle egy-két trükköt, hogy a dalban meg tudjam jeleníteni a varázslatot.
Nem tudom, esetleg ilyen, ha van kivetítő, akkor majd így kivetítjük az edút talán, vagy viszünk, nem is, csinálunk egy életnagyságú ilyen papírmasét róla, és akkor lesz olyan rendezvény, ahol az edúval együtt fogunk fellépni, ugyanis mind a ketten, a közeljövőben, igen, mind a ketten lesz egy pitypong koncert, és utána, vagy fordítva lesz edú, és hát akkor mindenképp bele fogjuk illeszteni őt is a dalba. Ha már szóba hoztad, nem tudom, tudom, hogy az ember feje nem naptár, és lehet, hogy most zavarba hozlak, de egy-két előadás helyszíne, időpontja. Most tudok mondani, ugyanis szombaton, Móron a Szent György heti vigasságok keretében lesz egy pitypong koncert. Ezt a közösségi médián meg lehet találni az eseményt. Illetve Eduval fogunk májusban Velencén együtt szerepelni. Tehát ott lesz egy pitypong koncert és egy Edu show is. Egymás után lépünk fel, így aztán igen. Biztos, hogy meglátogatom Zsuéket a színpadon. Mi pedig meg tudjuk nézni az Edu show-t, úgyhogy családostul biztosan. Én azt hiszem, hogy ha lehet gyerekekhez szólni, akkor ez egy egészen kompakt csomag, amit úgy kapnak tőletek. Tehát egy bűvész produkciója, egy remek zenei háttérrel, egy kiváló gyerekműsor. Úgyhogy most pont itt van az ideje annak, hogy akkor leleplezzük a videóklipet, hiszen a Vörösmarty Rádióban ugyan már bemutattuk a dalt, de hát a videóklipnek akkor mondhatjuk, hogy ez egy premier időpontja. Úgyhogy a próbatermünkben nagyon-nagyon szépen köszönöm vendégeimnek, hogy köszönjük, ellátogatta. Köszönöm szépen Regner Csabának, aki már elment pihenni, akit Edu elvarázsolt, mert tulajdonképpen az történt, hogy Edu elvarázsolta, hogy ő ideférjen. Edu, köszönöm szépen, Zsú, neked meg aztán végképp. És akkor szépen. Ahogy az előző blokk végén tettük, akkor nagyon szépen kérlek, konferált fel ezt a dalt, légy szíves, amivel aztán el is köszönünk. Vagy Edut kérjük hogy meg? Edu tovább van dobva neked ez hát, a labda. Igen, van egy jó bevált saját kis felkomp szövegem, ami így hangzik, hogy kedves kicsik és nagyok, sörivók és gumicukorrák csálok, mindenki helyezkedjen kényelembe, mert néhány másodperc, és kezdődik egy dalpremier a Pitypong zenekartól, a Bűvész című produkció. Egy nagy kalapból kőz és suhint pálcájával együtt halkan csendesen mormol szavakat abrakadabra, hokusz-pokusz megint tetszett egy vesztés igazi varázslat. Chiri-chiri-bá, hókusz-pókusz, chiri-biri-chiri-bá,
dobro, čiribú, čiribá, čiri, čiribú. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.